Na, sziasztok, ismét itt vagyok. Hát az képen sajnos nem látszik, de NFC fényt a segéd kommentátorom, illetve a fő kommentátor, a szakértő. Jó, elég lesz. Én meg csak itt a kamera kezelő. Hát és hamarosan kezdődik a StarCraft 2 Core HOTS versenyek döntője, Crystalize és NFT Máté között. Most már gyakorlatilag csak arra várunk, hogy készen álljanak a... Készen vannak, úgyhogy indítom. Jó, király! Már is láthatjuk, hallhatjuk a visszaszámlálást. Mert egy pillanatra megnézem, hogy működik-e. Aztán ki is rakom nagy képernyőre. Igen, úgy látom, hogy működik, tök jó. Most kirakom a képernyőre, és most megnézem gyorsan, hogy most jó lett, most jó lett. Na hát ez a pálya elég érdekes. Legalábbis én még nem láttam. GSL map, nagy kedvenc volt az előző szezonban, még most is használják azt hiszem. Igen, de... Igazából hatalmas map, szóval az egnek nem rossz, de amúgy Terrornak se annyira rossz. Hát, fene tudja. De mondjuk talán lehet jól pozícióni a Siege-nak magukat, mert elég sok ilyen luk van a pályán. De nem tudom, tehát én inkább Zergnek mondanám, de tényleg hatalmas területek vannak. Hát igen, inkább az Zerg favor, de azért nem olyan nagyon brutálisan durván. Mondjuk a pálya közepe az ugye nagyon nyitott, tehát ott átmenni az eléggé kockázatos. Sokszor inkább így oldalt próbálnak a terranok menni. Hát ha, igen, ha csak nem a tornyot be tudja foglalni időben és valahogy rá ül. Mert hát minden esetre egy falat elkezdett építeni Crystallize. Mire lenne? Én most megmondom neked, hogy meghezni fog. Mindig meghezik. Ellen legalábbis csak azt csinálja. Ja igen, mert mondjuk ti biztos szoktatok együtt is játszani. Igen, eléggé sokat szoktunk tolni. Mátétól igazából nem tudom, hogy ő Zergel mit szokott tolni. Hát szerintem azt, amit imbának tart. Akkor ultra risk? Hát nem tudom, most legutóbb azt hiszem az volt, amit annak tartott. Igazából meg ellen a swarmhostot is egészen jól lehet használni. Azon kevés esetek egyik, amikor jól lehet használni a swarmhostot. Hát a Viper ugye az meg mostanában eléggé alap volt van. Hát igen, az mondjuk eléggé kell, az a jó kis zöld mező. Igen, a Blinding Cloud. Akkor zöld bak felhő. Nem tudom, hogy fogják majd fordítani a magyarító srácok. Lefogják? Hát nem tudom, mert az elsőt lefordították, úgyhogy gondolom a másodikat is lefogják. Igen, de éppen pár hete próbáltam egyik haveromnál felrakni a magyarosítást, és nem működött az új patch-sel. Tényleg itt is van egy depó, hogy beleépítve a rámpába. Így jobban lehessen falazni. Protoszoknak, hogy ne kelljen egyel több épületet lerakni kb. Szerintem azért lehet. Hát de miért? Akkor miért nem csináltak kisebb rámpát? Hát mert az úgy meg túlságosan is mainstream lett volna. Közben egy ilyen repülő lufi hamarosan elér valahova. Na hát most már úgy látszik, hogy Crystallize hamarosan megtudja, hogy hol kezdett Máté. Repülő lufi? Ezt még nem hallottam. Hát mondjuk a lufi mindig repül, úgyhogy csak lufi. Hát oké, csak az ember nem tudta így hívni azért. Hát jobb, mint a ház. Van, aki úgy hívja. Tényleg? Q-vasz. Hát nem tudom, hogy leszokott-e már róla. Na hát az a derítő eszély az el lett kapva. Hát igazából nem tudom, szerintem azt láttam, amit akart látni. Tehát mostan nagyon nagy meglepetés. Hát azt láttad, nincs még gáz. Láttad, hogy van exp. Talán még azt is láttad, hogy őt elkezdte építeni, bár hát azt ilyenkor már azért illik. Hát persze, itt igazából az a gáz volt csak a kérdés, hogy van-e gáz az Ergnél. Látta, hogy nincs. Azóta mondjuk már lerakott kettőt Máté, de akkor még nem volt, tehát
Olyan hamarosan nem lesz túl nagy pressure. Na, most már Mát is látja, hogy bizony Crystallize Expert, így meglepődjek fel a pályán. Kérdés, hogy beületi az óvert, nem? Egyelőre még nem. Na, Crystallize. Biztos nézte a Frost Breach-et, és úgy döntött, hogy ő megpróbálja makrósan bemutatni ezt a nagyon színi expelem magam dolgot. Nem, amúgy mindig ezt csinálja, tehát ott nagyon be lehet Bailing basztolni. És olyankor jó idege szokott lenni. Hát mondjuk nem hiszem, hogy most ezt láthatunk, biztos valami új egységet fogunk látni. Ugye itt amit látni, hogy már a Siege tanknak nem kell fejleszteni a Siege módot, de ettől még tekla kell neki, hogy tudja építeni. És hát a Mine az még mindig elég hatékony. És egy már készül is. Igen. Tehát az Oli megkivédésére igazán hatásos tud lenni a Mine. Meg hát mondjuk, hogyha az Zerg muta bailingezne esetleg, az ellen is kifejezetten hatásos tud lenni, egy bio mellé egy-két mind hoz az ember. Mert és Máté a lényekkel itt körbe deríti a környéket. Az még egyre, és valahova szkennelt egyet Crystallize, ez a mennyit leszkennelte. Mivel Hoxról van szó, én azt hittem, hogy Helbed drop lesz, de csak sima Helion drop lesz úgy fest, ami érdekes, mert ugye manapság kb. A Hoax meccsek 90%-ában, hogyha Terra van, akkor az Helbed droppozik. Hát mert az nagyon jó. Az nagyon hát igen, jó. Igen, így is mondhatjuk. Na most jön az Armory. De nem csak Zerg ellen, tehát az minden ellen nagyon jó. Ez minden ellen. Hát PvP-ben ez az egyetlen nyitás, amit látunk gyakorlatilag. De azért Protoss meg Zerg ellen is nagyon jól lehet használni. Hát én amikor próbálom, akkor többnyire az van, hogy elég hamar lereagálják és elviszik onnan a szedőket, de hogyha egyből Hellbuttnak van átalakítva, akkor az egy fokkal jobb, de még úgyis nehéz azt már jól használni. Hát igen, csak ugye egy csomószor az van, hogy hiába reagálom le én hamar Zerként, elhúzom az összes dolgot, mondjuk egyet sérül meg, akkor fogja fölkapja a medivekbe, rányomja a boostot és rádropolja utána a völgereimre. Hát igen, az a boost nagyon jó. Így igen. Amúgy nincs bajom a Hellbettel egyedül, ez a Hellbett drop, ez egy kicsikét, hopp, ez most én voltam, kicsikét, hát nehéz megfogni egyelőre, fogalmazunk így, aztán majd lehet, hogy meggondolom magam. Hát és közben a Helion drop az elindult, és egy Helion lesz szemből is. Hát az a Helion ott meg lesz edve. De átalakította Elbatán, de nem, sajnos az sem ért semmit. Itt még az lehet, hogy nem. Azt hittem, hogy előbb kirakja és átalakít, és utána dropolja be. Azt de akarja, szerintem. Ez lesz. Csak hát pont egy overloadnál sikerült megállni. Igen, az overload végignézte, hogy hát mit készül itt? De nem, most már nem ismert bejönni vele. Mondjuk a mélyen még átrepülhetne. De nem, átrepül. Ajjajjaj. Hát az a medivek már nem viszi el, az biztos, a rócsok megállkapják elveteket. Na hát ennyi, így kell ezt. Ezt így kell fogni. Hát igaziból... Hát igen. Semmi, tehát ez teljesen jó volt, viszont a Tóbensi is elhalt. Lemaradtunk róla, hogy volt az is, legalábbis én. Közben kirettette a másodikat. Mondjuk a boostot szerintem nem akkor kell nyomni, amikor berepülsz, hanem amikor az Elg elhúzza a drónokat, akkor sokkal hatásosabb tud lenni. Hát ezt már mondhatod Leventének, hogy... Hát, majd mondom is. Legközelebb szedje össze magát, mert ezt így nem közvetítjük. Vegye komolyan. Na hát most már 4 faktori van, úgyhogy bejött a tipped. És... Hát nem tudom, még egyelőre Mártinál ugye jön a Hive. Fejlesztések. Hydra Den, van Infestation Pit is. Igen. Nem tudom, hogy akar-e hozni Swarm Hostot vagy csak. Hát igen, viszont a rócsokkal megindul, ami fura. Már mondjuk nincs még ott az ex, viszont a Banshee sajnos nem látta meg, pedig mennyi ingyen unit, tehát elkerülték egymást. Hát ahogy látom, még Máté nagyon durván ráment az expelésre. És... Vidomájnokkal védi a bejáratot. Nagyon szépen pozícionálja, hogy szépen elkerül. Ebből drop lesz.
Készül a drop és küldi az overlordokat másik oldalra. Ja, elindultak az overlordok, akkor jövő héten ilyenkor megérkezik a drop. Nem, nem, most felgyorsult, és mondjuk ezt látja, Crystallize is, úgyhogy talán sejt valamit. Nem lehet véletlen az, hogy abban az irányban repül ennyi overlord. Hát, igen, vagy legalábbis erősen gyanús. De nem, egyre nem készül, nem készül, de most már elindult visszafelé a helbetekkel. Hát, az mondjuk egy-egybe leviszi a rócsot, de azért izgalmas lesz. Talán ennyi rócs van, nem? Nem szerintem nem fog összejönni ez a drop. Igen, mondjuk ez kevés, ennyi rócs. Na, innyi kiderül. De úgy látszik, hogy most bepakolódnak. Nem, nem pakolódnak be, de bekapolódnak. Most lesz kész. Na nézzük. Pont elmegy onnan. Pont elment, igen. Viszont már vissza is fordult. Hát ez igazán nem lesz jó Máténak. Igen, túl sok kárt fogok hozni. Hát legalábbis a gomberek miatt. Tehát az kár, hogy az összeset elfogja. Igen. Közben különben elég szép a mikrózat azok a rócsokkal. Hát szépen, szépen. Mondjuk a tankos kár. Viszont nem is a tankra megy, hanem már a szót, és ott le is tudta szedni. Hát mondjuk talán azért nem volt rossz, hogy a tort leszette, viszont nem tudom, összességében úgy tűnik, hogy megérte, de nem, szerintem nem érte meg. Hát határeset eléggé helyzet. Viszont 24 hídra jön. Az szép mennyiség, hát az a Banshee az már pont meghalt, mire ide értünk. És lingek vannak benne? Igen, link drop készül. Két oldalra. Mondjuk önmagában a hídra még nem lesz elég. Esetleg egy-két Viperrel megspékelve. Bár azt a bázist nagyon könnyen leszedheti. Hát igen. Mondjuk hát igen, most ő aggletik, hogy ezt az expert célozta meg. Na hát kérem, így kell mikrózni, láttad? Mozog lő. Hát igen, most amit is lehet a hidrával csinálni. Hát igen, amúgy a mozog. Igen, most már nem egy ilyen dia képet nézünk. De milyen szépen lehet el mikrózni? Ciri. Csak úgy ciripelnek. Hát és az a link drop, az nem volt hatékony. Sőt, hát igazából ezek a hidrák is itt most meghalni látszanak, de nem, nézd meg, elfutnak. Na hát igen, ez már döfi. Ez már hidra. Jaja, és ennek a szóval hoztok. Igen, és hát közben természetesen expert Máté. Most már gyakorlatilag mindjárt 5 bézen lesz. Crystallize ugye visszacsökkent 3-ra. Viszont azok a hidrák azok eddig tartottak, sőt ez az overseer sem fog de elkészült, de nincs a tantiér. Ja, ilyen tényleg. Na és egy jó kis changeling ki lett oda köppe, de... Na viszont ez kap egy lövést. Bam, de szerencsére túlélte, mert két lövés kell egy overseernek. Na és most megindul Crystallize, elég sok sereggel. Sok egységgel. Csak igen, hát ez... 10 Swarm Host, hát az a hatalmas mennyiség ez a 10 Swarm Host. Hát azért az erős. Na mi az, nem jön belőle ilyen Lopti? Kicsit több idő kell. Tehát látod, nem nagyon érdekel odáig tűzni azért a Locustot. Hát azért majdnem két Bucky ellent elkapott. Hát igen. Na jó, de hát kint a helyen az annyira nem éri meg. Tehát most elköltött 4000, nem 2000 minerált és 1000 gázt két Battle Alien-ér azért az. Most úgy látszik, hogy még meg is fog majd indulni egy droppal. Szerintem hihetetlen, hogy ott kiszúrta a Crystallize, hogy azoknak egy része ott gyanúsan nem a saját marinja. Ja, hát ugye most nem hozott. Viszont ez a drop ez jó lesz. Ugye úgy tűnik. Hát igen, a dropot a szépen meglátta, tehát igazából
unfigyelt, az a legjobb, amit tehetett, viszont a két olaj droppot talán nem lesz elég ehhez. Hát igen. Na mondjuk talán azért valamennyit fog tudni korrigálni a helyzeten, de hát az a Zerg haderő az nagyon gyanúsan megindult. És úgy mennek ezek az overek, mint hogyha legalább medidekek lennének. Mindjárt menne egy gyógyítani. De hát igazából... Hoppá, hoppá, úgy lehet, hogy ezért mennek, hogy a vidománynok ezekbe csapódjanak. Na közben a drop az egész jól sikerült. Szépen így megpörköli a drónokat itt-ott. Ezzel elég sok drónt leszedett. Mondhatni majdnem az összeset. Itt szépen így lepermetezi a Quint, láttad? Igen, igen. Na, öröm nézni az ilyet, amikor a Quint ilyen aránylag egyszerű leszedni. Hát már akinek. Hát az sajnos az a base ott mindenképpen hallott. Talán ezzel a sereggel nem lesz még elég máté, hogy betörjön, de azért az nem annyira jó, hogy a Terrán csak három base-en van, abból az egyik a main az már közel kifogyott. Nagy nehezen sikerült lekezelni a Buffy Hellion droppot Máténak, és sajnos azok a... Ajjajjaj, hát az mind oda veszett. Ezt nagyon szépen csinálta Crystallize. Ajjajjaj, még talán azok is, de nem azok már leásodnak. Főtért a megmentő sereg. Ajjajjajjaj. Ott van Loptus is, Crystallize óvatosan. Hát Crystallize így látom már nagyon készül a Broodlordra. Hát vagy a látörök nyilatkozza talán, de egyelőre nem gyártott egyet se. Igen. Máté, amit ezt kicsit hiányolom, mert nagyon hatásos tud lenni. Na, megjöttek a rócsok. Leszálltak a vikingek, azt talán nem volt egy jó ötlet, mert hogyha látja Máté, hogy lezártak a vikingek, akkor szerintem itt ez segít eldönteni azt, hogy... De nem visszaszállnak, jó, végülis azt hittem, hogy le fognak esni a vikingek, és akkor már tényleg van a Broodlordra, de így talán még nem. Hát inkább van... Hát meglepően nagyjából azért regálban vannak. Igen, hát ugye Zergnek a bankja hatalmas, igazából Mártinak lávából nincs elég. 7 darab lávája van összesen. Nem látok különböző makrohecserit nála, az mondjuk fura. Igen, az sincs. Meg hát az injectek. Meg hát az injectek. Hát igen. Hopp, a Loptusok már megint elkaptak majdnem, sőt, elkaptak egy Martin Hellion. A Scanner pont elkapta még azokat a szalmosztokat. Na, talán megmenekülnek a gombák. Kicsit arrébb mentek. Arrébb sétáltak. Na, hát úgy látszik, hogy ez a crit terjesztés ez nem volt elég gyors, és még el tudta kezdeni krisztalázni a Combat Center építését. Rengeteg vikingje van. Én szerintem Máté most már nem fog Broodlordra menni, én legalábbis ennyi viking ellen nem hoznék. Nem jönnek az infestorok. Viszont igen, az a másik kedvenc egysége Máténak. Hát az a Heart of the Storm-ba talán már nem annyira nagy probléma. Főleg meg ellen, ugye meg kellene inkább az Infested Terrant használták Zergek, de az jó kis nerfeket kapott, úgyhogy már nem annyira OP. Ajajajajaj, na nézzük, hogy alakul ez a csata. Hát nem volt rossz az elgondolás, hogy több oldalról kellene, de nem volt elég szépen kivitelezve ez a bekerítős támadás. Kéne ezt kell. Na most jönnek a Loptusok. Hát... Igen, az a scan az nagyon hasznos lett volna, bár mondjuk ez a... Hát igen, ezek a farmisok eddig tartottak. Milyen újfajta módon jöttek ezek a infestet ellátásra. Aha, látom, hogy nem láttál? Jól néz ki. De hát látom, nagyon hamar halnak meg, ugye kevesebbet is sebeznek most már sokkal. Összecsomagolt marinok, marra jó. Jaj.
Hát az új robbanások, csak több ilyen. Hát igen. Inkább még lett a Blizzard. Szétterülnek itt a holtestek. Nagyon kemény. Hát sajnos ezt játék közben nem lehet ennyire kiélvezni. Hát akkor nem annyira. Hát és jött egy kis utánpótlás. Nem áll különben rosszul szerintem Crystallize, tehát azért... Nem áll rosszul, de igazából azért, mert ugye még... Na, megint én voltam. Mert kevés lárváj van, tehát van 2000 minerál, meg 2000 gáz, és nem az darab lárvával, tehát az... az nem annyira jó. Hát és úgy látszik, hogy érdekes, hogy ez jó, látom, Infestor drop. Az jó. Hát és különben Crystallize ügyesen csinálta, hogy ajaj, be fognak robbanni oda a videómánynak, igen. Elfoglalta szépen a közepét, és nem félt visszaexpenni, tehát ez így nagyon szép. Sőt, ismét droppolt. És leszedi a spinecrawlereket. Igen, igen, így, hogy javítja a medivak, így kifejezetten nagyon jó ez a Barton Hellion. Ajaj! Na, de talán meg lesz az egyik, mert most már csak kettő Barton Hellion van. Az meg inkább elmenekült szépen a gyorsítós medivekkel. Na hát, jó kis meccs ez. Jönnek az infestorok, támadni. Kiköpték a összecsomagolt marinokat. És... hát igen, nem is a planetárit lövik, hanem a azt javító SCV-ket. Mekkora repült ez az infestor terra? Az is. Hogy átgurult a refinerőn. De elég sok infestora lett Máténak, 25. Te jó ég. Szinte csak infestora van. Hát igen, ugye azt szokták mondani, hogy infestorból sose elég. Na most lehet, hogy azért 25 azért mégis sok egy kicsit. Hát annyiban jó, hogy ugye csak energiát használ, viszont az sajnos elég lassan termelődik, vagy sajnos nem sajnos. Azok például nem is tudom, hogy miért van. Turret, az pont lerakod egy turretet, pontosan ezért, de... kicsit későn már. Két támadás, drop minden, sok oldalról. Az nagyon-nagyon sok infestet elván. Nem lesz elég. Biztos. Infestor nem olyan jó pár, mint volt akkorban. Mindenki ugye, szerintem át is azért gyártott ennyit infestornál, hogy majd azzal tényleg Wolbez simán megette volna. De így, hogy nem kaptak upgrade-eket ugye, meg ugye a tolásoknak is kevesebb a HP-ja, így azért már lényegesen gyengébbek. Na viszont úgy látszik, hogy az igazi áldozat az SCV lesz. Hát igen. Ha már a tankot nem sikerül vele. Hát öt ultra az jön, úgyhogy jól megjósoltuk. Na közben kidropolt a terránokat a rajtárihoz. És hát igen, az a rossz, hogy gondolom, nincs szívem általában beületni az infestorokat. Úgyhogy valószínűleg azok megmaradnak a szupli foglalóba. Viszont most elindult a megsereg, óvatosan kéne. Igen, igen. Ezért ez az ultra, ez... bár még 6 ultra, az még nem olyan rengeteg, ennyi tank ellen. Igen, igen, és szépen halad előre, hogy siege-el, unsiege-el, siege-el, unsiege-el. Hát itt repülni fognak a zergek. Igen. Meglepően... Nem, hát úgy látszik, hogy igen, sajnos ez így széttette a két kezét az a hidra, és úgy esett hátra. Igen. Krisztre, az nagyon durva. Megadta magát. Szó szerint. És hát sajnos az utánpótlás egyesével halt. Most már lehet, hogy hazajönnek, hazajöttek szép lassan az infestorok. Pont kiszígyeltek. Igen, most ez a második hullám, ez mondjuk erős lesz. Igen, itt már elég lesz.
ez most itt mindenképpen jól jött el Máténak. Most Máté úgy látszik, hogy ő is expert párat, viszont a játék elején úgy tűnt, hogy Crystallize komoly hátrányba került, de sikerült szépen ledolgoznia, és ajjaj! Lehet, hogy be fog durranni még azért az kellemetlenül. Ahol mondjuk szerencsére útrába durrant, az alig, hogy megéreztem. Hát és most úgy látszik, hogy megindul Máté, és nem visz magával overseer-t, de jönnek az overseer-ek. És jönnek a Ravennek is, és BC, hát mondjuk örülök az ötletességnek, hogy BC, de lehet, hogy nem ez a legjobb pillanat BC-re váltani. Hát igen, mert most úgy igazából nincs semmi, ami megfogná, hogy esetleg most betámadna. Bár aztán ki tudja, lehet, hogy... Most nem tudom, a Ravennek végül is a sikerje, az most splash damage-es, vagy nem? Van splash damage. Az jó. Na nézzük az infestorokat. Van ott Turret mondjuk. Igen, és most látja a Turret. Hátrább is megy. Igen, azt mondja, hogy ügyesen csinálja a Máté, hogy elhasználja az energiát, tehát ez azért van. Ezek a Seeker Missile-ek olyan jól meg vannak csinálva. Mármint az, hogy ahogy most működik, vagy a az is, kinézet. Kinézet is. Hát most megint szerintem így nem? Igen. Csak ugye amiatt megy a... Hát az elégtelenkedés, hogy ugye 5 másodperce még éresíti magát. Az sok. Hát jó, lehet, hogy kevesebb, de annyira nem zavaró. Hát úgy látjuk, hogy azok az nem rossz. Kiszállnak a játékból. Igen, azok kiszálltak a játékból. Nem baj, helyére majd jön más. Erős a túljelentkezés. Zárt falván. De nem indult meg Crystallize, pedig talán nem gondoltam volna, hogy megy, ekkora serege van. Én sem. Bár mondjuk az egynek még mindig nagyobb. És hát ahogy látom, nagyjából Máté úgy döntött, hogy ezt a kis sarkot meghagyja Crystallize-nek, a többi az övé. Nézzük, mennyi egység van a pályán. 11. Igen, mondjuk Crystallize-nak azért lassan még egyet expelnie kell majd. Úristen, Máténak milyen APM-je van. Hallott 463 average. Az mennyire beteg? Hát nem rossz. Jó, mondjuk itt szerintem az APM-mel valami gondom, vagy nem tudom, mert amikor én játszottam tegnap, nekem 400-at írt ki, tehát én nem hiszem. Hát ez durva, hogyha annyi. Akkor Mátét felfogadják korainak. Szígyelni kéne nagyon gyorsan. Igen. Sőt, ráadásul... Ajjajjaj. És nem látok különben Viper. Hát igen, nagyon hiányolom. Egyik kedvenc egységem. És hogy Broodlord lesz pár darab. Hát Viper kellett volna, és hogyha van Viper, akkor azért a zöld köd az csodákra képes. Leszkennelt a sereget Crystallize. Látja Brutaldot is. Hát az ellen igaziból, hát van különben elég rendesen. 7 viking az nem rossz. Na, itt nézegetik egymást, hogy tegyék fel a pozíciót. Ajjajjaj, a Brutaldot. Egy már meg is esett. Bukrák nem akarnak meghalni. Viszont a Bucky Cruiserek nagyon durvák. Jó választás volt a Bucky Cruiser. Ajjaj, hát ez elfogytak ugye a földi seregek. És hát az Bukrák gyanúgy ilyen tanástalanul ott kőröztek a BC-k alatt. 5 korruptor van
production-on. Talán nem lesz elég, és hát ajjaj, itt egész sok kuvertort elesett. Viszont az ultrák közben találtak maguknak elfoglaltságot. Hát igaziból itt most azon múlik, hogy megfogja ezt a BC-t valahogy Máté. Utána már nem hiszem, hogy vissza fog tudni jönni tiszta lejsz, mert nagyon kevés bevétele van, vagy legalábbis megnézzük. És neki van több. Na, csak a múlnak köszönhetően volt. Hát most már ugye mainen nem tud szedni, naturálon nem tud. A második, illetve a második harmadikon valamennyit még tud. Talán ide kellett meg tudni. Viszont meg is indul különben. Ezt mondjuk látja Márték, hogy mivel jön. Hydra még jön otthon. Pár korruptor. Hát igen, csak Hydra az önmagában annyira nem jó azért BC ellen. De nem önmagában van, tehát azt a X korruptorhoz, meg Roachhoz, meg Ultrához jön. De minél tovább vált vissza, ez annál kisebb az esélye, hogy ezzel sereggel tud nyerni, de nem olyan rossz a helyzete. És most rámöntult Máté, láthatunk korruptor. Ajjaj, és egy HP vagy nem. Az a Google keresek. Ez kevés. Kinek kevés? Máténak, Máténak kevés. Ajjaj. Igen, három, gyakorlatilag az a három BC van, amit el kéne tudni valahogy kapni. Most megint Hydra jön ellene, és már javítani fogja a pisztolyt. Most már jönnek a Queen-ek is. Nem, a Queen-es csak meghalniért. Félreértettük. Ez a szépen kifogjuk, hogy a leggyengébb PC-t. Már csak kettő van, már csak egy van, és itt is feladhatunk. Hú, hát ez nem volt semmi meccs. Jó, hosszú meccs volt, 4 perc.